Tárlatról tárlatra. A Kontakt Rádió kiállítási magazinja. Kicsiknek és nagyoknak. Szakembereknek és minden érdeklődőnek. A műsor a KKDS támogatásával készül. A műsorvezető dr. Győri Hedvig. Kedves hallgatóink, köszöntjük Önöket a Kontakt Rádió Tárlatról Tárlata című műsorában. Ezúttal Erdélybe, Nagyváradra látogatunk el, ahol a Vármúzeumban Illúzió és tükröződés címmel egy izgalmas kiállítást tekinthető meg, és beszélgető partnerem pedig a kiállítás kurátora, Szebeni Zsuzsanna, színháztörténész. Őt kérem meg, hogy mutassa be a kiállítást, mit rejt ez a titokzatos cím. Sok szeretettel köszöntök mindenkit, és hát ez a cím valójában Bánffy Miklósnak a művészi pályaképét rejti, de nem csak azt, hiszen az illúzió, ez elsősorban a Boncidai kastélynak a képét, az az illúzió, amelyet sajnos több lépcsőben is elpusztítottak, igaz ugyan, hogy elindult egy folyamat, hogy ezt visszaállítsák, de az az illúzió, amelyet a tárlaton belül teremtettünk, azt hiszem talán sohasem visszahozható, hiszen szinte 100 terem volt csodálatosan berendezve, és Barcsai Tamás fotóanyaga révén igyekeztünk ezt a különleges kastélybelsőt megidézni. Ez az illúzió, mivel hogy ez már nem létezik csak a fotókon. És a tükröződése? Az pedig egy különleges anyag, amelyet a megújított Bánffy Miklós tárlatba befoglaltunk, hiszen ez az unokájának, Nicolette Jelen Bánffynak az üvegmunkáit foglalja magában, a New Yorkban élő üvegművész, és volt egy olyan alkotása, amely gyakorlatilag egy fát ábrázol, de nem csak egy egyszerű fát, hanem egy fának a szimbóluma, és ez a családfát tükrözi meg. Azt a családfát, amelyre elhelyeztük mindazoknak a képeknek a reprodukcióit, amelyek hajdan a családi galéria, portrégaléria darabjait foglalta magában, tehát egy újabb illúzió, amit meg is tükröztettünk. És ez egy sötét teremben foglal helyet, mivel az üvegmunkák egy része fénnyel van megvilágítva, és így kapnak életet. Nagyon nehéz volt az unokát meggyőzni, mert úgy érezte, hogy még nem ért a nagypapa nyomdokaiba. Bár vezető amerikai múzeumokban láthatóak a munkái, de mégis valahogy ebben a tárlatban nem akart részt venni, de amikor elmondtam a koncepciót, és már elmondtam, hogy milyen munkát szeretnék, akkor belement, pár hónapig dolgozott a munkán, és akkor ezért a tükröződés cím a második rész. Tehát kifejezetten erre a kiállításra készítette ezt a munkát. Igen, kifejezetten, hiszen egyrészt az elpusztított Boncidai Parknak állít emléket, amely szintén az Erdély és a Magyar Botanika egyik különleges kertje volt, ugyanakkor a családfának, amelynek a különféle ágai láthatók a különféle szereplők. Önneki mennyire van kapcsolata a hajdani területtel, azzal a országrésszel, Erdéllyel, helyekkel, ahol a nagyapja megfordult és olyan sokat tett? Hát sajnos nagyon későn került Erdéllyel kapcsolatba, de pontosan emiatt minden energiájával próbálja ezt a kimaradt időszakot pótolni, és hát minden nyáron Erdélyben van a fiaival együtt, és igyekszik kulturális eseményeken részt venni, számos Bánffyval kapcsolatos konferencián, előadássorozaton, a Boncidai napokon, vagy ő maga is elhozta a Metropolitan Operának az amatőr kórusát, és felléptek Boncidán, egy 104 tagú kórus, nagyon jelentős, és hát Bánffy Miklós életéhez kapcsolódó jelentős helyszíneken például a Mátyás templomban is felléptek, ugyanakkor Boncidán is, ami egy óriási élmény volt mindnyájunk számára. Hát ezt nagyon el tudom képzelni. Visszatérve Bánffy Miklóshoz, milyen művei láthatók itt, a saját alkotásai a környezetében milyen szerepet töltöttek be? Igyekszünk minden egyes alkalommal különlegességeket és újdonságokat is hozni, de természetesen a Bánffy alapkiállítást látható, ez egy picit csillagpontszerűen összeálló, hiszen Bánffy Miklós egy
polihisztor volt, több mint 12 mesterségét ismerjük, tehát ez nagyon nehéz bemutatni, de hát mindenképpen azt tudjuk, hogy egy nagyon nagy blokk kapcsolódik a színházhoz, ezért is a Színháztörténeti Intézet kiállításáról van szó. Hát nyilván több szálon is, hiszen drámaíró volt, díszlet jelmeztervező, ugyanakkor az operaház intendása. Tehát ez az egyik oldal. A másik oldal, ami egyre jelentősebb és szerencsére nagyobb teret foglal, az Irodalmár Bánfi, hiszen már nem is tudom, 8-10 nyelvre lefordították a trilógiát, tavaly évben kínaiul is megjelent, most egy török fordítás van folyamatban, és a román, ami nagyon-nagyon jelentős, ebből bizonyos részletek el is hangzottak a tavalyi emlékév során. Tehát az Irodalmár, az irodalom szervező Bánfi egy másik területet fed le. Ugyanakkor nyilván nem hagyhatjuk ki a külügyminiszter Bánfit, és ennek szerencsére grafikusan is, illetve képben is egy igen látványos lenyomata van, hiszen elkészítette azt a torzkép csarnokot, amelyben a korabeli politikusokat igen-igen gúnyos és igen-igen kifejező módon megörökítette, és hát nyilván emellett azért felelevenítjük a külpolitikusi pályájának a legfontosabb állomásait. Ugyanakkor például azokat a különlegességeket sem hagyjuk ki, hogy valcert komponált, hiszen látható az a kotta is, amelyet ő maga írt. Van még egy másik zenemű, amelyet még nem sikerült rekonstruálnunk, az Ostoba Líd című színdarabnak, bábdarabnak a zenéjét is, csak annyi hangszer, hogy ezt össze kellene hangolni, hogy létrehozzuk újra ezt a zeneművet. Ez a zenei tevékenység, ez hogy alakult? Mikor volt erre ideje? Egyáltalán nem tudom fölfogni, hogy mikor volt neki ennyi mindenre ideje. Amit az életrajzírói feljegyeztek róla, és számomra ez egy nagyon fontos adalék azon kívül, hogy szerintem mai fogalmakkal valószínűleg hiperaktív lehetett, mert egyszerűen nem voltak olyan technikai eszközök, tehát nem tudom, hogy mikor volt ideje ilyen mennyiséget írni, folyamatosan képbe lenni a politikai élet, a kulturális élet, a művészeti élet legfrissebb vonásaival, és feljegyzik róla, hogy 4 íróasztala volt, és tehát az egyiken rajzolt, a másikon írt, és a negyediken egyszerűen költői rendetlenség volt, amelyben nyilván a kreativitását tudta kiélni, de biztosan, hogy nagyon nagy munkabírása volt, fantasztikus intellektusa, hiszen különben nem ért volna el ilyen eredményeket. A kortársak hogyan fogadták ezt a sokféle tevékenységet? Mennyire volt ez köztudott? Köztudott volt, de már abban az időben is támadták. Bár például, amikor a berobbant a Naplegenda című gyönyörű szecessziós darabjával, akkor Ady Endre gyönyörű üdvözli az új szecessziós nyelv megteremtését, az új magyar drámát, valóban azt a hangot, amit ő hiányolt a drámaírásban, de ugyanígy szkeptikus hangok is megszólalnak, bár igyekezett arisztokrata mi volt, tehát picit palástolva, Kisbán néven, de mindenki tudta, hogy ki rejtőzik mögötte. Tehát igenis megszólaltak szkeptikus hangok, akár amikor a kékszakálú herceg várát a színpadra állították, és bizony nem csak Bartók volt a támadások keresztüzében, hanem ő is, aki a látványtervezés és az egésznek a színpadra vitelét felvállalta. Tehát kőkeményen támadták, ugyanakkor volt, aki meg elismerte, hogy a teljes magyar színpadi művészetet a 20. század színvonalára emelte. Tehát abban az időben is a kritikus hangok is megszólaltak, hát intendánsi kinevezésekor kifejezetten, tehát egészen elképesztő kritikákat olvastam, ugyanis nem tudták, hogy hány éves. És hát elolvasták az életrajzát, és akkor ő már túl volt egy kolozsvári főispánságon, és akkor azt képzelték, hogy ő egy ilyen joviális öreg úr, aki egyáltalán nem ért az operához, és akkor megírták a dörgedelmes cikket, hogy nem szükséges egy volt fő, bajszos főispán az intendánsi székbe. Legjobban elképedve vették észre, hogy ő nem csak hogy ért a zenéhez, hanem ő maga is komponál, és a legjobb zeneszerzők, a külföldiek is a legnagyobb bizalommal fordulnak hozzá. Zeneszerzői tevékenysége mellett rajzolt is sokat, karikatúrákat készített. Ezeket a karikatúrákat magának készítette, vagy pedig egyfajta belső körnek, vagy esetleg nyilvánosságra szánta?
igazából a karikatúrák csak egy szelete volt az ő grafikai munkásságának, hiszen valójában a leggazdagabb grafikai tevékenysége az a könyvnyomtatás területén, az Erdélyi Szépműves cég sorozatban megjelenő kötetekben Kós Károly után a legnagyobb számú könyvillusztrációt készítette. De azt gondolom, hogy ami mindenki számára nagyon különleges, és mai napig is megragadja a nézőket, azok valóban ezek a karikatúrák. Én azt gondolom, hogy már akkor nyilvánosságnak szánta, bár például ezeket is Ben Mill álnéven szignózta, de van néhány fotónk, hogy már akkor Génuába kiállították őket. Tehát egy gyűjteményes kiállítást rendeztek azonnal, és ki is nyomtatták francia nyelven a katalógus. Tehát én biztos vagyok, hogy nyilvánosságnak szánta, mert különben nem, tehát szinte fél évre a megjelenésük után megjelentek. Nyilván azért is, mert nagyon-nagyon magas színvonalúak. Hány emberrel dolgozott itt? Titkárokra gondolok. Kik voltak a segítői? Ez az különböző szervezési munkákban, mert azért megszervezni azt, hogy külföldön kiállítsák, itthon alkosson, közben külpolitikai tevékenységet is végezzen, az ember úgy gondolja, hogy ehhez valamilyen legalább technikai segítségre szüksége volt. Biztosan voltak, néhány emberről tudunk is, akik nagyon sokat dolgoztak neki, például Mikó Imréről, vagy Kelemen Lászlóról, meg hát nyilván eleve az apparátusból segítették. A kiállításban, hogy ki nyújtott neki segítséget, ezt nem tudjuk, viszont azt megnéztem, hogy nagyon szépen volt kiállítva kis fülkékbe, és egy különleges, tehát a színviláguk fekete, és inkább ilyen kékes, tehát hideg színek, zöldes, kékes, zöldes színek jelennek meg. Nagyon érdekes, hogy élénk narancsvörös fakeretbe helyezték, és ezt egy ilyen sörét térben, de egy nagyon, nagyon szép, kicsit árdekós hangulatú térbe helyezték el. Nyilván népszerűek lehettek, hiszen maguk az alakok, akiket hát az akkori politikai élet vezető Benestől Lloyd George-ig, tehát gondolom, hogy érdekes lehetett viszont látni önmagunkat. Inkább azt mondanám, hogy a jellemző vonásokat ragadta meg, és hát azért az is kiderült, hogy ki volt neki szimpatikusabb ezek közül. Tehát Lloyd George-ról akár azt mondanám, hogy egy picit vicces grafika, inkább mint egy, önmagáról rajzolta egyébként a legkegyetlenebb karikatúrát, tehát aki igazán élesen volt megrajzolva, az ő maga volt. A karikatúrákkal mi volt a célja? Szórakoztatni, fölhívni a figyelmet valamilyen problémára, vagy csak úgy ezt látta? Torokszorító volt azt olvasni a vallomásaiban, hogy az ott létének az egyetlen értelme a karikatúrák megszületése volt. Tehát én szerintem a keserűség, a tehetetlenség, valami ilyesmit írt, nem tudom szó szerint idézni, de hogy jelentéktelen kis országként csak a gazdasági tárgyalásokba volt beleszólásunk. Tehát egyfajta keserűség is, és hát gondolom a tettvágy, hogy akkor valamit mégiscsak elérjen, és hogy valami nyoma maradjon ezeknek amúgy hosszasan, tehát több hónapig elhúzódó tárgyalás sorozatnak lett ez az eredménye. Magyarországon nagyon sokáig úgy nem nagyon lehetett hallani Bánffy Miklósról. Az utóbbi néhány évben meg tényleg úgy tűnik, hogy nagyon sok helyen megemlékeznek róla különböző szempontok szerint. Hol ilyen, hol olyan tevékenységéről, illetve ez is egy vándorkiállítás, ami nagyon sok helyen, Bécsben is volt, tehát nem csak a magyar határokon belül, nem csak Erdélyben, ugye szülőhazájában, hanem máshol is. Ez mi volt az apropó, amivel tulajdonképpen Bánffy Miklósnak a tevékenysége ennyire előtérbe került a múzeumnak, Színháztörténeti Intézetnek a működése során? Azt gondolom, hogy talán nem nagy képűség azt mondani, hogy itt inkább egy egyéni ambícióról volt szó, viszont felismerve ezt a jelenséget. Azzal együtt, hogy azt gondolom, hogy Dávid Gyula, aki az első kiadója volt, Maros Ildikó, aki kutatta az életművet, Barta László, aki például a Bánffy körelnöke, és rengeteget küzdött azért, hogy emléktáblák, lehetőleg utca is elnevezésre kerüljön. Az Operaház is valamilyen szinten felkarolt
tárlata, hiszen azt gondolom, hogy már korábban is volt emlékkiállítás, tehát mindenképpen voltak erre kezdemények. Én különösen a díszletjelmez tervezését szerettem volna bemutatni, és évek során készültem arra, hogy kutatási újdonságokat, tehát például megtaláltam a legkorábban írt fiatalkori darabját, egy végrendelet következményei címmel, néhány újabb munkát, amit nem közöltek, és akkor így úgy gondoltam, hogy érdemes lenne egy összefoglaló munkát készíteni. Nagy hatással volt rám Marosi Ildikónak a Boncidai Prospero című munkája, és mivel ez egy illusztrálatlan könyv, valahogy úgy képzeltem, hogy mi lenne, hogyha ezekhez a szövegekhez egy képanyag kapcsolódna, nyilván a kutatásokkal együtt. És akkor ebből indult, hát 33. állomása ez a kiállításnak, nyilván nem ugyanabban a formában, hiszen a 2014-es emlékév lehetőséget adott arra, hogy teljesen megújuljon, és hát én úgy tudom, hogy most 52.000. Látogatónál tartunk, ezek regisztrált látogatók, tehát valójában hányan látták, nem tudjuk, mert bizonyos helyeken nem voltak jegyek, vagy szabadon megtekinthető volt, és hát Marokkótól Hágáig eljutott, és Kisinyovba is, amire nagyon büszkék vagyunk, és nagyon érdekesen bővült a kiállítás volt, amikor a nézők maguk hozták most is például egy új tárt látható, hiszen Bánfi Farkas egy pecsétnyomot, egy családi pecsétnyomot a kiállítás időtartamára a rendelkezésünkre bocsátott. Tehát azt gondolom, hogy maga a kiállítás bővülése is egy folyamat volt. A Színház Történet Intézet pont azért, mert rendkívül, tehát emlékszem, hogy amikor elkezdtük az elején, én nagyon tartottam attól, hogy a külügyminiszteri tevékenysége nincs megfelelőképpen feldolgozva, és akkor valahogy olyan kis szerencsétlen címe volt, hogy művészi pályaképpen leszámítva a külpolitikai tevékenységét. Na most, hát ez nagy, úgyhogy ezt lehagytuk a végén, de valójában ez nem volt. És a következő kérés volt, ez pontosan a külügyminisztérium részéről, hát akkor azonnal ezzel kellett bővíteni, és akkor ez mindig bővült. Tehát a szegedi szabadtéri játékokon kétszer volt, egyszer az első formájában, amikor kifejezetten a szegedi anyagot tettük hozzá, úgyhogy mindig igyekszünk kicsit a helyszelleméhez is alakítani ezt a tárlatot, tehát azért nem egy olyan stabil anyag, ami mindig mindenhol ugyanúgy. Ezért például vannak visszatérő vendégeink, akik újra és újra megnézik, mert tudják, hogy nem ugyanazzal fognak találkozni. Köszönöm szépen! Most akkor zenét hallgatunk, majd folytatjuk műsorunkat.
Kedves hallgatóink, folytatjuk tárlatról, tárlata című műsorunkat. Szebeni Zsuzsával beszélgetek, aki Nagyváradon rendezte meg a Bánfi kiállítást Illúzió és tükröződés címmel, és erről a kiállításról már nagyon sok mindent hallottunk, de Nagyvárad ez egy új színhely, különleges hely. Itt konkrétan hogyan épült a kiállítás? Nagy örömünkre szolgált, hogy gyakorlatilag szinte első tárlatként alig-alig volt egy-két bemutatkozás a Nagyváradi Várban a kiállításunkat megelőzzen. Természetesen ez nehézségek, hiszen ez egy több mint 1400 beépített négyzetméter, amit még most alakítanak ki, tehát párhuzamosan voltunk a felújítókkal, viszont európai pénzből újult meg, tehát gyönyörűen, minőségben is folyamatosan ott jelen vannak a szakértők, a régészek. Tehát öröm volt egy ilyen nagy csapat kellős közepén dolgozni. Természetesen ez súrlódásokkal is járt, hiszen ők még szerettek volna a helyszínen maradni, én meg már az új kiállítást felépíteni, de aztán nagyon kölcsönös együttműködés lett az eredménye, meg ők is örventek, hogy egy ennyire komplex kiállítást is lehetett, hiszen ők először arra számítottak, hogy kizárólag tablókat hozunk, vagy képeket. Hát kiderült nagyon gyorsan, hogy itt kosztümökről is van szó, grafikákról, tárgyakról, és mindent be lehetett építeni. Eleve végre megkapta a maga terét, tehát ez a kiállítás több mint 240 négyzetméter, úgyhogy azonnal helyszínt is cseréltünk, míg először úgy volt, hogy a front épületnek a termeit nyitják meg, de aztán kiderült, hogy ez nem elég, úgyhogy végül is egy hátsó részbe kerültünk, de egy nagyon reprezentatív, kifejezetten kiállítás céljából épített térre, úgyhogy azt gondolom, hogy Bánfi Miklós méltó helyére került. Hát a tárlatnak a különlegessége az, hogy teljes mértékben román nyelven is, tehát a román közönség számára is hozzáférhető. Azt kell mondjam, hogy mind a magyar, mind a román sajtó részéről rendkívüli érdeklődés volt, mert szerencsésen alakult, a Magyar Kultúra napján nyitottuk, és a Szigligeti Színház színészei közreműködtek egy dramatikus tárlatvezetés, ezt Bánfi Miklós eredeti dokumentumaiból egyfajta párbeszéd, bár obor nem is Szellemérné Szilvási Karola, meg úgymond a mesélő között, aki így egy kicsit kalauzolta, és szerette a közönség azt, hogy mozogtunk térről térre, számukra is a vár még egy nagy újdonság. Örömmel jöttek, és a román sajtó is ugyanolyan nagy érdeklődéssel fogadta az eseményt, mint a magyar. Nyilván még most alakítjuk ki a múzeumpedagógiai foglalkozásokat, akkor jönnek a Nagyváradi Képzőművészeti Egyetem diákjai, pontosan a Nicolette jelen Bánfi munkái miatt. Tehát azt gondolom, hogy ez egy komplex tárlat, ami sok minden új lehetőséget nyújt. Nagyban segítette az alpolgármester Huszár István a munkánkat, aki számára nagyon fontos, hogy ez a felújított műemlék megkapja azt a funkciót, amit a következőkben be fog tölteni. Külön érdekessége is mondta, hogy mint egy fajta kárpótlás Bánfinak, hiszen az európai alapokban a küzdelem pontosan a Boncidai kastély és a Nagyváradi Vár között zajlott, a Nagyváradi Vár javára. Viszont azt mondhatom, hogy nagyon okos döntés volt, mert azt gondolom, hogy ennyi összegből a Boncidai kastélyt nem tudták volna kiállított terekkel együtt helyrehozni, viszont így a Nagyváradi Vár olyan állapotba került, hogy azt gondolom nagyon-nagyon sok kiállítást és nagyon-nagyon sok eseményt is egybefoglalhat. Kápráztató volt az, ahogyan bemutatták a régészek az épületet. Nem vagyok régész, nem vagyok a korszak szakértője, de mindenképpen mindenkinek szeretettel ajánlom, hogy meglátogassa ezt a várat, hiszen azt gondolom, hogy egy olyan királyi temetkezési helyjel ismerkedik meg, ahol több rétegben is különféle korszakoknak az emlékeit találja. Maga az a vár, amit most láthatunk a bástyákkal együtt, Bethlen Gábornak a építése, aki a török elleni hadjárat érdekében hozta létre ezt a komplexumot, de felhasználva mindazoknak a zömmel románkori templomoknak a köveit és a temetkezési helyeit, amelyek most már az ásatások során előkerültek. Itt lovagi temetkezési helyekről,
kolostorok romjairól, kolostorok temetkezési helyei, tehát elképesztő az a kincs, ami a föld alatt előtárult. Balogh Jolán korábban említette kötetében, a vár történetében, de azért egészen más, amikor egy leírás, és amikor egy elénk tárulnak ezek a régészeti emlékhelyek, és a régészek folyamatosan dolgoznak, tehát szinte pillanatról pillanatra kerülnek elő emlékek. A maga a palotát Bethlen Gábor sem tudta soha befejezni, viszont azok a palotatermek, amelyek az ő díszfogadói voltak, és azokkal a például az állatokat ábrázoló domborművekkel, amelyek tényleg azt gondolom, hogy az erdélyi szobrászat remek művei és különleges alkotásai, azt gondolom, hogy még így töredékeiben is elkápráztatják a közönséget, freskó részletek is láthatóak. Borzasztó, hogy elmesélték, hogy néhány évvel korábban itt még ilyen tükrös tornatermek voltak, és hát hosszú éven keresztül ebben az udvarban a rendőrség, a katonaság, kocsmák működtek, tehát szinte a csodával határos, hogy még így is lehetett a vastag, fekete olajfesték réteg alól kiemelni páratlan kincseket, viszont ugyanakkor egy picit felveti azt is, hogy milyen felelt, hogy végül is a 90-es években is ezek még tovább pusztultak, tehát nagyon-nagyon szerencsés véletlen, hogy pont ez a vár megkapta az európai támogatást, és nyilván nem csak az anyagi támogatásról van szó, hanem a szakmai támogatást, hogy ezek az igazi nagy kincsek előkerülhessenek. Elképesztő volt látni például azt az elkopott küszöböt, amely a korabeli altemplom küszöbe volt, és elmesélték, hogy az összes magyar király elzarándokolt ehhez a Szent László sírhelyéhez, és tényleg hátborzongató és nagyon-nagyon sok emlékkel bíró hely, ami azt gondolom, hogy éppen most alakítja ki a funkcióját, már ebben a formájában látogatható, de az, hogy igazából ebben a várban mi lesz, és hogyan fog, ezek most fognak eldőlni, tehát nagyon-nagyon fontos lesz a nagyváradi vár életében az elkövetkező periódus. A tervekkel kapcsolatban meddig látható ez a kiállítás, és utána lehet-e tudni már, hogy mi lesz? Február 28-áig látható a várban. Lehet, hogy Nagyváradon meghosszabbítják, de nem biztos. További terveink vannak a kiállítással kapcsolatosan. Van egy brüsszeli tervünk is, egy temesvári tervünk is, de még pontosan nincs kirajzolódva az évnek a vándorlatása. Mindenképpen annyit elmondhat, hogy hosszú távon az a tervünk, hogy egy állandó helyet találjunk a kiállításnak, hiszen ez most már olyan nagyméretű, és annyi mindent magába foglal, hogy megérdemelni, hogy egy állandó helye legyen. Itt Budapesten, vagy pedig vidéken néz körül az intézet, vagy abban gondolkodik az intézet? Hát igazából két olyan pont van, ami nagyon kötni. Az egyik az Budapest, mert hát életének egy részét a Revicki utcában élte, és a másik az Kolozsvár. De még pontos koncepció erre nincs kidolgozva. Nyilván a tér meghatározná, illetve azok az intézmények, talán a református egyház, aki tudna ebben segíteni, hiszen Bánffy Miklósnak a tevékenysége nagy mértékben kapcsolódott a református egyházhoz. Ő maga is főgondnok volt. Én nagyon remélem, hogy talán Erdélyben nagyobb hiány van az ő munkásságának a bemutatására. Nyilván, hogy Boncidára is kerülhet a tárlatnak egyfajta lenyomata, nyilván egy többnyelvű anyag, ami ebből a tárlatból ki tud kerülni, de az csak egy pont lenne, ezen kívül kellene egy olyan állandó tárlat, ami folyamatosan látogatható. Te ennek a kiállításnak a kurátora vagy, de nem csak ennek a kiállításnak, hanem további másik két kiállításon is dolgozol, vagy dolgoztál most párhuzamosan. Mik ezek? Igen, hamarosan nyílik, hiszen nem is véletlen. Tulajdonképpen a PhD témámból indult az, ami az erdélyi díszlet és jelmez tervezés a századfordulón, és hát egy nagy barátság is kirajzolódott az én szemem előtt, Bánffy Miklós és Kós Károly. És az egyik tárlat, az Budapesten fog nyílni 17-én,
egy órakor a Szalai utcában, a minisztériumban, az oktatási ombudsmani hivatalban. Ári Tamás Lajos fogadja be, ő is nyitja meg a kiállítást, aki szintén Gós Károlynak az elkötelezett híve, de ez egy kettős kiállítás, hiszen Kós Károly és Kós Zsófia a színésznő lányának a pályáját Metszéspontok, színházi Metszéspontok címmel. Egy kettős pálya a képe, ez egy vándorkiállításunk, amit én nagyon kedvelek. A két pálya összekapcsolódik, hiszen a Torockói Mennyasszony című előadást közösen hozták létre, és nyilván egy olyan századfordulós színházi világot mutat be, amelynek szintén egy nagyon komplex alkotója volt Kós Károly, hiszen ő egyszerre volt díszletjelmez tervezője, valamint írója is ezeknek a daraboknak, és szerencsére egy levelezés kapcsán sikerült azt is nyomon követni, hogy ő íróként hogyan keveredett a színház világába, és hogyan készítette el az első díszleteit, és hát ezeknek a lenyomatai lesznek láthatóak a Szalai utcában. Ugyanakkor holnap Sárospatakon Kós András, Kós Károly fia, szobrászművész, kolozsvári szobrászművész alkotásai lesznek a Bástya Múzeumban láthatóak. Ez egy szintén egy vándortárlat, ami a Farkas utcában mutatkozott be Kolozsváron az adventi időszakban, és egy különleges válogatás Kós András munkáiból. Köszönöm szépen, most egy rövid zenét hallgatunk, majd jönnek a kiállítási hírek.
Kedves hallgatóink, folytatjuk műsorunkat a kaleidoszkóppal. Budapesten a Polgárcentrum újpesti galériában Szarka Hajnalka Líra című kiállítása tekinthető meg, aki tanít és képzőművészként alkot, alkotásaiban pedig saját szavaival megfogalmazva eredeti rácsodálkozással tekint mindenre naivan és gyerekesen. Ez tudatosan teszi, hogy minél jobban, minél újabbként fogja föl, lássa a természet és az emberi dolgokat. Az évszakváltás varázsa, az arckifejezések, helyzetek kikerülhetetlen témát adnak számára, olyan témákat, amiket különböző technikákkal örökít meg, szereti keverni ezeket a technikákat, leginkább azonban az akvarellár hozzá közel. Ezzel gyorsan tud dolgozni, néha csak rögzíti a témát, hogy ne felejtse el. Máskor pedig a célja egy akvarell festménynek az elkészítése. Számos önálló kiállítása volt már, és kollektív tárlatokon is rendszeresen részt vesz, továbbá szakköröket vezet, ahol az ifjúságot, illetőleg kortársakat is tanítja, oktatja. Szarvason a Tessedik Sámuel Múzeumban a Fény játéka, Kispálné Fejes Erzsébet festmény kiállítása, szintén festményeket mutat be, ő is tanít iskolában, és emellett számos kiállításon részt vesz. Létrehozott három alkotótársával egy alkotókört is Paletta néven, ahol nagyon szívesen dolgoznak együtt. Rá is jellemző a rácsodálkozás, az embert körülölelő természet szépségeire, illetőleg ezeket, hogy minél jobban vissza tudja adni, gyakran fotózik és filmez, és a felvételek segítségével idézi föl a tájat. Célja, hogy egy-egy percre megállítsa az embert a mai rohanó világban. Visszatérve Budapestre a Polgárcentrum Újpest galériába, Kovács Géza szobrászművész kisplasztikai kiállítására is szeretném fölhívni a figyelmet. Ő három szék, illetőleg Székelyföld egyik legmobilisabb szobrásza, ahogy nevezik, hiszen Erdélyben is, Magyarországon, egész Európában, Amerikában nagyon sok felé állított ki, nagyon sok helyen van, különböző múzeumokban valamilyen alkotása. A rideg fémdarabokkal dolgozik, szobrászati tevékenységét pedig Sepsiszentgyörgyön kezdte, amikor egy autóalkatrészeket gyártó vállalathoz került dolgozni, és szabad idejében az ottani hulladéknak szánt vasdarabokból kezdett különböző szobrokat létrehozni. Több mint 25 éves pályafutása során 19 országban 442 csoportos kiállításon vett már részt. Pécsett a János Pannonius Múzeumban Siklós a modern magyar kerámia művészet bölcsője címmel nyílt kiállítás, az 1969-ben induló és utána a nemzetközivé bővülő kerámia szimpóziumnak kíván emléket állítani a pécsi János Pannonius Múzeumban őrzött daraboknak a segítségével. Az első két év jelenik itt meg, az első szimpózium, amelynek résztvevői még magyarok voltak, és az alkotások közül, amik itt elkészültek, és a János Pannonius Múzeumba bekerültek, találhatók olyanok, amik a legprogresszívabb nemzetközi művészeti trendekhez kapcsolódnak, mások geometrikus formavilágú murális munkák, vagy a népiparművészet körébe tartoznak, de van olyan is, ami Henry Moore hatását mutató kis plasztika. Tehát a sokszínűség jellemző erre az évre. A következő évben, 1970-ben, ekkor vált nemzetközivé a szimpózium, lengyel, osztrák, cseh, örmény és természetesen számos magyar résztvevője volt, kiemelkedően sokszínű alkotó tevékenységet folytattak. Geometrikus és organikus formavilág egyaránt megjelent benne, de jellemző volt a szabad kísérletezés a kerámia műfaji megújulására való törekvés. A későbbi éveknek a munkáit további kiállításokon majd a jövőben kívánják bemutatni. Kecskeméten a Bozsó gyűjteményben is nyílt kiállítás, Tapasztalt ecsetek a kiállításnak a címe, és ezúttal ismét Vahon András áll a középpontban, aki figyelemre méltó közművészeti performanszot állított össze kifejezetten a Bozsó gyűjtemény kiállítása számára. Tehát a festőművész, grafikus, webdesigner és zenész vezetésével történik ennek a bemutatása, és maga is
jelen van ezen a kiállításon február 5 és 28 között. Lehet kérdezni, azt mondja, hogy mindenre válaszol. Budapestre visszatérve a Ludwig Múzeumban vissza előre tekintés, Érmezei Zoltán életmű kiállítása. A következő, amire figyelmüket felhívom, ő képzőművészként eszmélésétől kezdve foglalkozott a halál gondolatával, és fiatalon is halt meg. Korai halála betegségnek a következménye volt. Utolsó alkotása, az is ehhez kapcsolódik, a halálhoz, ez már betegen történt. Amikor is önlenyomatot készített több alkotótársának a segítségével 1990-ben a Budapest Galéria Lajos utcai kiállítótermében saját gipszlenyomatát hozta létre, egy olyan korpuszt, amely a megfeszítést idézte fel nagyon sokakban. A kiállításon magyarországi kontextusba helyezve elsősorban a kollaboráció, a szoboröntés és lenyomat technikai megújítása köré csoportosították a műveit. Ezt a technikát Pauer Gyulával közösen dolgozták ki, egy különleges gipszöntést jelent, amelyikkel nagyon sokféle változatos alkotást hoztak létre. Együttműködési gyakorlatokat, amelyek a magyar művészettörténet kiemelkedő ciklusát teremtették meg. Van egy Péri Puci, a rejtélyes fiktív tájképfestőnő figurája, amit ő hozott megint csak létre, és játékos, de ugyanakkor szigorúan politikai reflexiók is jellemzik ezt a sorozatát. Saját arckifejezését nagyon szerette vizsgálni, érzelmi és fiziognómiai változásokat nyomon követni. Szavak és a szójátékok embere is volt, mesterien kezelte ezeket, és többek között a kezdőművészként megjelenő Mélárt alkotásain is már jelen van ez a tendencia, amikor cédulákat, jegyzeteket, képcímeket és feliratokat alkotott meg százszámra. Más területre visz minket a Tiszavasvári Vasvári Pál Múzeum, ahol Napló címmel egy ismeretlen Bütszent Mihályi hadifokoly történetét lehet megismerni, aki orosz hadifogságból tért haza, és írta meg történetét. Leírta, hogy a fronton milyen érzés volt szembenézni az orosz géppuskákkal, leírta, hogy hogyan teltek a fogolytáborban a napok, de azt is, hogy milyen gondolatok, álmok fordultak meg az ő fejében. Nem csak a második, hanem az első világháborúval kapcsolatban is vannak kiállítások. A budapesti magyarság házát emelem ki, ahol Székelyek az első világháború harcszerein címmel nyílt kiállítás. Természetesen a székelységnek a történetét, illetőleg az első világháborúban betöltött szerepét mutatja be. A Miskolci Herman Otto Múzeum papszeri kiállító épületében zsidó kéziratok és szertartási tárgyak tárlata nyílt meg, ahol a bemutatott tárgyak jelentős része az Jeruzsálemi Izrael Múzeumból származik. Egy 2015-ben indított vándorkiállításnak a következő állomása ez, Szentendre, Kaposvár, Pécs, Karcag, Dunaújváros, Szolnok és Debrecen után érkezett ide. A zsidóság mindennapi életét, illetőleg a szertartásait mutatja be, de olyan nevezetes emlékeket is, mint például a holtengeri tekercsek kicsinyített másolatban. Megismerhető a héber írás fejlődésének a története, illetőleg a zsidó és a magyar kultúrának az összefonódása is a hazánkban élő zsidóságon keresztül, házasságlevelek, imakönyvek, haggádák, dekoratív táblák, tóradiszeknek a segítségével. Másfajta kultúra körvonalai vonalazódnak ki a Keszthelyi Balaton Múzeumban, ahol szőlészeti, borászati régiségek Darnai nyomán címmel nyílt kiállítás, Darnai Dornyai Béla, a Balatoni Múzeum egykori igazgatójára emlékeznek meg, aki a régiségeken kívül a borászat iránt is érdeklődött, néhány publikációja is van ebben a témakörben, de gyűjtött is. Rajzai, fotói és feljegyzései, meg a gyűjtött anyaga az, amit itt bemutatnak. Fűfás prések, elbontott boronapincék, furfangos fazárak, ezek, amik a rajzain, jegyzetein
illetőleg a megkezdett kutatásaiban visszaköszönnek. Mindezt a néprajztudomány szemszögéből mutatják be. Hódmezővásárhelyen a Tornyai János Múzeum és Közművelődési Központban pedig Kincsek a szántásból, a Kingéci tallérleret című kiállítást ajánlom a figyelmükbe. Ez 2009. december 14-én és 15-én került elő lakossági bejelentésre, mentek ki a múzeumnak a régészei, és 67 darab 16. századi ezüst tallért találtak, valamint 16 szirmú virág alakú aranyozott bronzveretet. Ebből arra következtettek, hogy egy bőrből készült erszényben rejtették el valamikor az ezüstöket. Az érmeket 1526-27 és 1594 között verték, tehát nem sokkal 1594 után rejthették el, és ahogy megvizsgálták, kiderült, hogy 28 kibocsátó készítette 31 különböző vertében. És érdekességképpen van közöttük egy korabeli hamisítvány is. Az éremleletet a tárgyakon kívül fotókkal, illusztrációkkal mutatják be, és a középkori pénzverés világába is bevezetik a látogatókat. Előzetesként szintén egy régészeti kiállítást szeretnék a figyelmükbe ajánlani, Úton a kultúrák földjén. Ez a kiállítás címe, és Szegeden a Móra Ferenc Múzeumban tekinthető meg majd február 22-től. A megnyitáshoz kapcsolódóan régészeti konferenciát is tartanak, ahol az előkerült leleteket mutatják be, illetőleg az előadások majd könyvformájában meg fognak jelenni. Az M43-as autópálya építését megelőző feltárásokról van szó, amit még 1999-ben terepbejárásokkal kezdtek meg, és 15 éven keresztül 66 lelőhelyen 900 000 négyzetmétert tártak föl, melyek az őskortól a késő középkorig tartó leleteket rejtettek magukban, főképp ezüst, bronz, ékszerek, övveretek, szerszámok, csonteszközök és kerámiák kerültek elő, rovásírásos így csontlemezzel együtt a zavarkorból, illetőleg van óriási keltakori urna is, amelyik érdekes módon nem tartalmazott hamvakat, a hamvakat az urna mellett helyezték el. Ennyit a kiállításokról, jövő héten ismét jelentkezünk. Viszont hallásra! Tárlatról tárlatra. A Kontaktrádió kiállítási magazinja. Kicsiknek és nagyoknak. Szakembereknek és minden érdeklődőnek. A műsor a KKDS támogatásával készül. A műsorvezető dr. Győri Hedvig.